egy bögréhez 350 g-os gombócokat készítettem, és ezt így kézbe egy picit átgyúrtam, hogy legyen plastikusabb az agyag. A mázakkal sokat játszunk, hogy az tényleg a hőtágulási együtthatója legyen azonos, minél közelebb legyen az égetett agyagéhoz. Azért is fontos ez, hogy a késztermék, akár egy kávéscsésze vagy egy teásbögre, az legyen használható mikrohullámsütőben is, és lehessen mosogatógépben is mosogatni. Több szakmába kipróbáltam magam, tehát elkezdve a gyári munkástól a reklámgrafikusig, így próbáltam kiszállni a mókus kerékből. Azért nem áldozták az alját teljes felületben, mert beragad a kemencébe. És ez abban segít, hogy mindig kevesebb vizet tudja magába venni az alján keresztül. Különbözőféle tálak, tehát főleg most a húsvéti tálak, amit egy néprajzkutató ajánlott nekem, amit ő mesélte, hogy 12 tojásnak van hely, általában főtt tojásnak vagy hímes tojásnak használták, és főleg, hogy a főtt tojás volt, akkor középre tették a sót, és körbe volt a 12 tojás, ami a keresztény hitvilágban jelképezi a 12 tanítványt és Jézust. Sósropi tálalására, vagy reggelinél felvágottak tálalására használható, vagy egészen el a salátás tálakig. Akár a mécses tartók, ilyen kis házikó formában, vagy ezek a ilyen univerzális gyertyatartók, hogy nem csak a kis mécses, hanem bármilyen gyertya ráhelyezhető. Hát talán mongol-keleti behatása van ennek az életfának, akkor viszont van egy tulipán, ez is egy stilizált tulipán, ez teljesen általunk kitalált minta. Tehát a tulipán ábrázolása, mint termékenység szimbólum. Technika, ami ugye kinyújtjuk az agyaglapot és egy gipszformára rádolgozzuk. Utána körbevágjuk, lekerekítjük a széleit, vagy pedig ilyen kis marokedények, amik kézzel vannak ki gyúrva, és többi úgy szintén ilyen abszolút nem tökéletes kerek, nem tökéletes formát. Ez már nem az a hagyományos ősi népi fazekasság, tehát a háromszéken az az apáról fiúra szálló fazekas szakma az kihalt. A vásárlók elvárása is teljesen más. Tehát már nem azt keresik, nem a népit keresik, hanem azt keresik, ami egy modern lakás, vagy modern konyhába is betalál. De ugyanakkor legyen egy kicsi autentikus hatása azzal, hogy nem műanyag, hanem kerámia. A fülezésben is nagy segítséget nyújt a modern kor vívmányai, tehát például a fülprés. Mert a régi emberek azok kézzel húzták a fület, kézzel fejtették le egy agyaggombócból. Most már egyszerűbb, tehát betöltjük a présbe is, kinyomjuk arra a formára, milyen formájuk kell legyen. Jellegzetesség a mi bögréinken a kunkori fül. Tehát ugye a fülnek a vége fel van konkorítva, fel van csavarva egy kicsit. Először lekaboljuk a durván részeket, csak utána egy nedves szivacsal
szépen áttörölve kisimítjuk a területet. Nem föltétlen akarom eltüntetni a kézi készítés nyomait. A következő fázis az ivacozás után az engolbozás. Tehát ezzel az edény kap egy fehér réteget a felületén, ami a díszítésben van nagy szerepe, és a színében, tehát a maga az edénynek a végső színe. Kaolin massza, fehér föld, sokféle megnevezése van. De szaknyelven engóbnak nevezik, az engób az a felület bevonására alkalmazott szintén agyagmassza. És akkor ez, mikor megszárad rajta, akkor ebbe karcoljuk bele a mintákat. A mintákat előbb a ceruzával nagy részt megrajzolom, mert ilyen karcoló eszközzel karcolom bele, és hogy minél kevesebbet hibázzak. Tehát a kemecse, mint márka név, amit mi használunk, az ős magyar férfi névből ered, aminek a jelentése hajócska, csónakocska, és szimbolikájában, hogy a többnyire a hajók, csónakok azok mind a víz tetején maradnak, és próbálnak úszni az árral. A csónakban a napmotívum is rajta egy korona van most már. Hát ez az elején nem volt ez a korona ott, tehát ez később került fel a logóra, tehát egy pár év eltelte után, amikor azt mondtuk, akkor most már igen, egy felsőbb szintet próbálunk képviselni. Miután az engóbozás megtörtént, tisztítás megtörtént, alaposan leporoljuk, bekerülnek a kemencébe, az első égetésre, a zsengélésre, ami egy alacsonyabb hőmérsékleten, tehát 900 fokon történik. 8-10 óra körülbelül a ciklus, amíg eléri azt a 900 fokot az egész kemence tartalma, és utána egy napot körülbelül hűl. Utána a mázazás. A mázazás abból áll, hogy a készen por állapotban megvásárolt mázat felkavarjuk vízzel, különböző adalékokat adunk hozzá, milyen lebegtető anyagok, meg ragasztó anyagok, különböző dolgok, amiktől egyre jobban is jobban megtapad az edényen. Fontos szerepe van, hogy ne legyen vizet eresztő, tehát nem tudja a vizet magába szívni. Tehát egy védőréteg, egy üvegréteget képez a máza kerem termék felületén, ugyanakkor meg is erősíti. Még másik vívmánya a modern korban az, hogy ólommentesek a mázak. Tehát amiket használunk mi, ezek károsanyagmentes mázak, ezek bátran használhatóak. Tehát nem, abszolút nem káros az egészségre használatuk. Ugye most a mázazás utáni égetés megtörtént, tehát az magasabb hőmérsékleten 1020-1030 fokon égettük ki. Így néznek ki mázazás után a termékek. Elég forró. Nekem van átlátszó, zöld, barna mázas. Thank you.
ez mindig egy meglepetés, mikor a kemence nyitás történik, tehát ennyi év tapasztalatával is még mindig ott van bennem az, hogy olyan jól sikerültek-e. Jól esik így készen látni is egyben az egészet, de amikor például vásárokra megyünk, akkor ilyen 4-5-ször ennyivel kell neki indulni ahhoz, hogy tudjuk kiszolgálni a klienseket most már.